Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőit. Négy témával foglalkozik a ma esti Kulturális Magazin műsor. Elsőként a Mezőföld Virágai versenyre invitáljuk Önöket, amelyet immár hetedik alkalommal szerveztek meg a Malom utcai táncházban, és több mint 100 táncos mérte össze tudását. Az eseményen ott volt a Paletta stábja is. Következzen részletes beszámolónk. Kicsik és nagyobbak egyéniben és párosban más-más területek táncait járták a zsűri és a közönség előtt. A Galiba zenekar muzsikájára a Közép-Dunántúli régió gyermek, ifjúsági és felnőtt tánccsoportjainak táncosai mutatták meg tudásukat. A versenyzők felkészülten érkeztek a megmérettetésre. Mi Mezőföldit fogunk táncolni a táncostársammal, üvegest és egy kis ugrost. Mit jelent neked az, hogy néptáncolsz, hogy magyar néptáncot adhatsz át? Nekem ez egy nagy boldogság. Az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, és igazából csak ennyi lenne. Mennyire kellett sokat készülni erre a mai megmérettetésre? Ugye itt van minimum másfél percet, azért táncolni kell. Nektek hány perces a koreográfiátok, és ki az, aki segített benne? Hát nekünk kettő tánctanárunk van, és ők segítettek. Tegnap az iskolából egész nap ki lettünk kérve, és ott gyakoroltunk, és ha jól tudom, 2 perces a táncunk. Nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, úgyhogy... A Mezőföld Virágai szólótáncversenyt már hetedik alkalommal szervezte meg az Alba Régia Táncegyesület. 7 évvel ezelőtt, amikor Gula Miklós barátunk és néptáncpedagógus kollégánk kitalálta, hogy jó volna, hogyha itt a Fejér megyei ifjúságnak, illetve amatőr néptáncosoknak is megteremtenénk azt a fórumot, hogy akik esetleg egyénileg vagy páros szóló megmutatkozásban nem tudnak eljutni egy Békés Csabai országos néptánc versenyre, vagy egy Szarvasi gyermektánc versenyre, ők is megmutathassák, hogy nem csak csoportban szeretnek és tudnak táncolni, hanem szólóban, és ez a 7 év alatt odáig nőtte ki magát, hogy Fejér megye határán kívülve egészen most már regionális, tehát Közép-Dunántúl régió táncversenye, de tavaly évben is járt nálunk soproni táncos, idén a Balatonpartról jönnek táncosok, Zalából, és híre ment, úgyhogy a 7. Mezőföld Virágai szólótáncversenyen ma 67 produkcióban, mint egy 102 táncos mutatkozik be, egészen a 7 éves kortól a 47 éves korig. A szervezők nem írtak elő kötelező táncanyagot a jelentkezőknek, a magyar nyelvterület bármely dialektusából adhattak elő produkciót a táncosok. A versenyszámokat Busai Zsuzsanna örökség nívódíjas néptáncpedagógus, örökség aranygyöngyös táncos és Maródi Attila nívódíjas koreográfus, aranysarkantyús táncos értékelte. Természetesen nézzük azt, hogy a kijelölt táncanyagot milyen stílusosan mutatja be a táncos. A másik pedig azt gondolom, mivel egy szólótáncverseny, azt az egyéni megfogalmazást, az egyéniséget, azt a bátorságot, ami egy ilyen korú gyermek be tud mutatni. Tehát az egyéniséget szeretnénk látni elsősorban ezekben a táncokban. Mindemellett az egyéniséget keresték a zsűri tagjai, a versenyzők között pedig akadtak bőven. Sok
sokat kell gyakorolnom, és jobbá tekivábungot fogok elővenni. A 7 év alatt annyira ismert lett a verseny, hogy idén balatonparti településekről és Zala megyéből is érkeztek táncosok, összesen 102-en 67 produkciót mutattak be a zsűrinek és a közönségnek. Zalba Régia táncegyüttes tagjai közben javában készülnek, hiszen a Pulutyka csoportnak több megmérettetése is lesz. Újabb nagyszabású versenyre készültök a Pulutykával, egészen pontosan mi ez és mit kell tudnunk róla? Március 30-án lesz Tóth Ferenc koreográfusi versenynek a döntője, Százhalombattán. Ennek októberben volt a selejtezője, ahol tovább jutott a Pulutyka csoport, és most lesz a döntője. Hát ez egy nagyon, nagyon izgalmas és érdekes gálaműsor lesz, mert igazából 14 olyan produkció jutott be a zsűri által, a koreográfiákat nézték. Tehát ez koreográfusi verseny, úgyhogy én nagyjából láttam mind a 14-et, és tényleg nagyon, nagyon színvonalas és nagyon izgalmas gálaműsor lesz, úgyhogy ebbe mérettettünk meg mi is majd 30-án. Ezután pedig április 12-én egy másik versenyre készülünk, az pedig az országos tanulmányi verseny, csoportos néptánc tanulmányi verseny. Ennek is volt egy selejtezője, ott tovább jutottunk, és ez pedig április 12-én lesz majd Budapesten, ami egy ugyanolyan tanulmányi verseny, mint ami akár matematikából, fizikából, bármilyen más tantárgyakból, néptáncból is van egy ilyen. Úgyhogy itt egy picit ez más jellegű, tehát az első versenynél ott inkább a koreográfia az, ami lényeg, itt viszont improvizálni kell a csoportoknak, úgyhogy ez is egy nagy kihívás nekik. Milyen táncokkal készültök? Tehát hogy az elsőre milyen tánccal készültök? Milyen területről? A koreográfusi versenyre egy krasznamenti szilárdsági táncokkal, köszöntők címmel, ahol főleg a téli ünnepkörhöz kapcsolódó köszöntők, névnapköszöntők, illetve regölés jelenik meg a táncukba. A tanulmányi versenyen ott pedig két táncanyagnak az improvizációját mutatjuk meg. Az egyik az a saját anyagunk, hazai anyag, mezőföldi, másik az pedig egy teljesen más jellegű erdélyi forgós-forgatós jobbágytelki tánc lesz majd. Június 1-én Ferenc pápa a Csíksomlyói hegynyerekben misézik. Az eseményre egy alapítványnak köszönhetően székesfehérvári fiatalok is ellátogathatnak. Vaklár Lajos beszélgetett a részletekről. A pünkösdi búcsú előtt egy héttel tart szabadtéri szentmisét Ferenc pápa a Csíksomlyói hegynyerekben. Az egyház főt és a magyarországi híveket Bőte Csaba látja majd vendégül, aki imádkozni is fog a pápával. Dékány Árpád Szixtusz, ciszterci szerzetest, aki jelenleg Olaszfalu plébánosa, szoros kötelék fűzi Csíksomlyóhoz, hiszen esztendőről esztendőre misézik a nyerekben. Azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen hétköznapiasan fogalmazok, épp ideje volt, hogy a Szentatya ellátogasson Csíksomlyóra is, hiszen ez a hely Erdély, mondjuk így a Csíki-medence közepén egy sajátos gyújtópontja, nem csak a magyarságnak, a székelységnek, hanem azt gondolom az egész egyetemes egyháznak. És ugye a pápa személye, Krisztus vikáriusa, helyettese itt a földön, az egyház egészének a képviseletét, a jelenlétét is magában hordozza, vagy magán hordozza. Úgyhogy azt gondolom, hogy a sajátos jelentőséget tesz hozzá Csíksomlyóhoz a pápa látogatás, ami talán eddig nem volt nyilvánvaló szerte a világban. A pápai személyén keresztül az egész világ tudomást szerez Csíksomlyó lelki energiájáról, lehetőségeiről, és egyúttal arról a múltról, ami bizonyíték arra, hogy a csíksomlyói búcsújáróhely, a csíksomlyói szűzanya és Mária személye, ami nemzetünknek a hite és meggyőződése, az ilyen óriási
túlélési és továbbélési lehetőséget jelentett a nemzet számára, és ilyen értelemben ilyen tanúságtételt tár a világ elé a Szent Atya látogatása Székelyföldön, ami nemzetünknek, a székelységnek a tanúságtételét. Tulajdonképpen egy pápai pecsét ezen a történelmi múlton és hitvalláson a pápának a személyes megjelenése, szentmisének a bemutatása, és hát az áldása is természetesen. A látogatásnak van székesfehérvári vonatkozása is önön keresztül, hiszen 2010-ben az alapítója volt a Szent Kandid Alapítványnak, és most úgy döntött az alapítvány, hogy egy irodalmi verseny keretében négy gyermeket is lehetőséget biztosít arra, hogy ellátogasson a Ferenc pápa látogatásán. Igen, a Cisztel templom plébánia keretein belül hoztuk létre Szent Kandid Alapítványt, ami hát elsősorban az egyházközség életét, tevékenységét, szolgálatát hivatott segíteni, de ugyanakkor az egyházi szervezeteknek, legyen az alapítvány vagy egyházközség, különös feladata az, hogy egy kicsit buzdítson, bátorítson is másokat. És hát nyilvánvalóan a fiatal generáció az, akire építhet maga az egyház közössége is. És én azt gondolom, hogy önmagában, ha valakit elviszünk valahova, vagy eljuttatunk valahova, az nem igazán nagy kitüntetés. Nem árt, ha egy kicsit a személyes munkája, törekvése is benne van gyerekeknek ebben az útban, mert akkor sokkal személyesebben, sokkal inkább bensőségesebben tudják ezt megélni. És én azt gondolom, nem elsősorban jutalomként kell majd ennek a négy pályázaton nyertes gyerkőcnek fölfogni ezt az utat, hanem olyan fajta lehetőségként, ami egy kicsit a saját törekvésük, munkájukon keresztül közelebb viszi őket, közelebb kerülhetnek ezáltal egy olyan sajátos világhoz, amelyet talán ismernek, amelyet talán hisznek, amelyet talán követnek, de a személyessé válása a hitünknek, a vallásosságunknak az egy nagyon komoly, mondhatnám azt is, hogy életre szóló feladat. És ilyen szempontból Szent Kandid Alapítvány és a pápa látogatás lehetősége és funkciója összekapcsolódik. Biztosan vannak még hasonló, más jellegű törekvések, kezdeményezések is szerte az országban. Örülök neki, hogy az alapítvány kuratóriuma, a mi híveink, a Cisztel templomnak a hívő népéből ez a kezdeményezés megszületett, és annak is örülök, hogy Fehérvár fiatalok és gyerekek részesei lehetnek majd ennek a sajátos csíksomlyói eseménynek. Ferenc pápa látogatása az esztendő legfontosabb egyházi eseménye. Június 1-én, gyermeknapon, a keresztény világ egyház szíve Székelyföldön, Csíksomlyon fog dobogni. A folytatásban jazz, hiszen az öreghegyi jazzestek vendégeként a hétvégén a Fanta Villában koncertezett az amerikai Marker zenekar. Az öreghegyi közösségi házban folytatódott a jazzesték sorozat. Szombaton este a műfaj vágyfülű rajongói igazi sztárparádé tanúi lehettek. Kis György meghívására az amerikai Marker együttes lépett fel a kortárs jazz világhírű alakja Ken Vandermark vezetésével. Nagyon kíváncsian várom, ugye néztem az előzeteseket a YouTube-on, amit el lehetett érni. Ugye ez azért nagyon izgalmas ez a formáció, mert hogy nem csak jazz zenét fogunk hallani, hanem főleg rockot is, meg funkit is, illetve merőben más generációk működnek itt együtt. Ugye a vezető Ken Vandermark, ő éppen 55 éves az idén, de a társai, akik szintén chicagói zenészek, jóval fiatalabbak, szinte a gyermekei lehetnének. Kis Gyuri, a fehérvári jazz élet szervezője, számára minden koncert különlegességeket tartogat.
Ez az este azonban mégiscsak más volt, hiszen a világ jelenlegi legjobb szaxofonosa, európai koncertkorútja egyik állomásaként látogatott el új csapatával, a Markerrel, az öreghegyi közösségi házba. Elsősorban nagyon izgulok én is. Nagyon örülök, hogy itt vannak. Pillanatnyilag a világ egyik legjobb zenekaráról van szó. Az, hogy egy európai turnéba Székesfehérvárt is beleveszik, az nekem még most is olyan, mint az álom. Nagyon, nagyon izgulok, hogy hogy sikerül, meg hogy mennyien lesznek. Mindig izgalmas, hogy mennyire tudja a fehérvári jazz szerető közönséget elérni az a reklám, amit mögé teszünk minden alkalommal ezeknek a koncerteknek. Ez egy nagyon fontos koncert, szerintem Fehérvár életében. A közönség nem csalódhatott, a Marker, Andrew Klinkman, Steve Merkett, Mitchy Stewart, Phil Sadeberg és Ken Vandermark vezetésével fantasztikus estével ajándékozta meg a Fanta Villa vendégeit. Számomra a legfontosabb ma is az emberekkel való kapcsolat megteremtése. Az voltaképpen mindegy, hol járunk a világban. Októberben voltunk Magyarországon legutóbb egy másik csapattal, akkor hívott meg bennünket Kis Gyuri barátom ezzel a Marker formációval. Örömmel jöttünk, mert itt kiváló közönségre találtunk, olyan emberekre, akik értik a zenénket és kíváncsiak ránk. Ostyáni Mihály színművész első kötetét ismerhették meg mindazok, akik ellátogattak a Vörös Marti Színház kávézójába, amely az Úton útfélen irodalmi sorozatnak adott otthont. Az Úton útfélen irodalmi sorozat részeként Székesfehérváron is bemutatták Ostyáni Mihály 2018-ban megjelent a Fájtlan kicsit oldalra billent című kötetét. Az est házigazdája Závodszky Noémi, a Vörös Marti Színház színművésze volt. Ugye én a keletkezéséről sokat nem tudok, mi nem ismertük egymást. Ő konkrétan erre a feladatra keresett meg engem itt a Fehérvári Színházban. Megkaptam a könyvet, úgy vállaltam már el ezt az egészet, hogy még nem olvastam. Úgy éreztem, hogy ez így rendben lesz, anélkül, hogy tudtam volna, hogy miről van szó. Nagyon érdekes volt, mert teljesen filmszerűen láttam magam előtt a jeleneteket, annyira jól ír, teljesen meg is lepődtem, persze miért ne írna jól egy kollégám, csak több dolog eszembe jutott, ugye az Indul a Bakterház, amiben játszottam és olvastam még gyerekkoromban nagyon sokszor azt a könyvet, eszembe jutott a Mi kis falunk című sorozat, amiben ugye forgattam is, de nem azért, mert hogy szeretném összehasonlítani velük, vagy hogy bármi onnan lett volna átvéve, hanem ezzel tudnám talán legjobban kifejezni azt a hangulatot és azt a milliót, amit ő így elénk tárt ebben a könyvben, azzal a különbséggel, hogy olyan könnyedén fellibbenti a fájtlat, ugye, a címében is benne van a titkokról, a hazugságokról, a családban elrejtett bűnökről, amitől ennek az egésznek olyan súlya és mélysége van, hogy bizony bevallom őszintén, hogy én egy pár napra le is tettem a könyvet, mert felzaklatott a témája, és el kellett rajta gondolkoznom, előtt kellett venni magamon, hogy egyáltalán tudjam ezt olvasni tovább, mert olyan hitelességgel ábrázolta ezt az egész témát, ami így sajnos a napjainkban is aktuális, ha tetszik, ha nem, hogy rájöttem, hogy tulajdonképpen ez a könyv egyben egy ilyen terápia is, vagy egy oldás. Nyilván mindenkinek megvannak a technikái, hogy ezt hogy használja.
De nem azt mondom, hogy ő neki ez volt a célja, hogy ezt írja bele, de nyilván ezt tőle kellene inkább megkérdezni. De engem nagyon-nagyon-nagyon érzékenyen érintett az ő írása. A sodró erejű átélhető írást olvasva megtapasztalhatjuk a szikrázó gyűlöletből táplálkozó szeretet lehetséges jelenlétét, az átélhető sorsok misztériumába burkolozó ember sorsát. Alapjáraton színész vagyok, nem író, és annak is tartom magam, tehát ettől függetlenül sem gondolom, hogy író lettem, mert megíródott ez a regény. Nem tudom, hogy nagyon megtisztelő az, amit Koltai Lajos gondol róla, de hogy ez belőlem, gondolom valahonnan belülről. Nagyon érdekes ez a kötet. Nagyon érdekes mindenféle értelemben. Fontos azért tudnunk, hogy a kötet gondolata hogy született meg. A kötet gondolata úgy született meg, hogy fölébredtem egy reggel, és eszembe jutott egy sor. Ma már tudom, hogy a regénynek a kezdő sora. És azt akartam leírni. És azt leírtam, és utána nem tudtam abba. Jött a történet, hozta az egyik mondat a másikat, és ez tulajdonképpen így ment 4 hónapig. Nem volt, semmi szinten nem volt tervezett maga az írás. Előtte ilyen vicces történeteken gondolkodtam magamnak, de maga az írás folyamata, meg az, hogy regényt írjak, az semmilyen értelemben nem volt tervezve. Tehát ez gyakorlatilag tényleg így történt. Aki zsigerből ír, rendkívül mélyre jut, és aki a mélybe tartó úton minden mondatát ösztönös tisztánlátásból fogalmazza, áldott őszinteséggel ajándékoz meg. Ez a kötetet elkísérő gondolatsor olyan tisztaságot, igazságot hordozó embert ismertetett meg az olvasókkal, akinek bizonyosan sok dolga lesz még regényíróként is. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Megköszönöm, hogy velünk tartottak egy hét múlva. Ismét jelentkezünk itt kedden a Fehérvár Televízióban, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!